lassan itt az év vége, így a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület megtartotta a hagyományos karácsonyi rendezvényét. A csoport vezetője azt mondja, a 2021-es év a klub életében jó és a vírushelyzet miatt rossz dolgokkal egyaránt telt. Számos programunkat meg tudtuk csinálni, tudtunk próbálni, összetudtuk hozni újra az Egyesület apraját, nagyját. Természetesen nagyon sok segítséget kaptunk, ugyanúgy, mint előző években. Itt meg kell említsem a Csóri Sándor alapot és Bátaszékváros önkormányzatát, tehát az ő segítségükkel nagyon sok programot és rendezvényt tudtunk. A legtöbbjét zárt körben, tehát magunknak, az Egyesület tagjainak, de számos fellépésünk volt, tehát városi rendezvényeken, Pécsváradi Leányvásárba, Alsónyéken vendégeskedtünk, tehát amit tudtunk, kihasználtunk, mert ugye ez az időszak nem arról szólt, hogy rendezvény hátán, és hogy mehetünk táncolni, amikor csak szeretnénk, így amikor volt lehetőségünk, akkor éltünk vele, és megmutatkoztunk, és táncoltunk, és próbáltunk, és táboroztunk, felvidékestet tartottunk, szponzorbálunk volt októberben, és most a mai napon tartjuk az egyesületi karácsonyt. Ami az előző évekhez képest eltérő módon zajlott. Ugye megszokhatták tőlünk, hogy egy évzáró nagy műsort tartunk, ahová meghívunk mindenkit, aki kíváncsi az egyesület munkásságára, aki szeret minket, bemutatjuk a koreográfiáinkat, és a végén van a közös karácsonyozás, karácsonyvárás. Ebben az évben nem mertük ezt ilyen formán megtartani, így zárt rendezvényt tartunk. Hát most a zárt az azt jelenti, hogy az Egyesület tagjai és azoknak a közvetlen családtagjai vesznek részt a mai estén. Elsősorban ugye a gyerekekre fókuszáltunk, a fiatalokra, mert nekik kell az élmény, nekik kell az, hogy érezzék azt, hogy tartoznak valahova, de természetesen a felnőttek is fontosak, így a ma este az szól egy kicsit a gyerekeknek is, és egy kicsit a felnőtteknek is. Az este folyamán a legkisebbek adtak elő egy műsort, majd a karácsonyi koncertet követően szeretett vendégséggel készült az Egyesület. Az aprókáinkat Jankó Fruzsina készítette föl a ma estére, tehát Szabóné Béda Anita csoportja és a picik táncoltak ma, de Jankó Fruzsi volt az, aki összerakta és betanította a mai koreográfiát, és ő volt az, aki le is vezényelte a ma esti programot. Az idei karácsony az ennyiben fog kimerülni, de reméljük, hogy mindenki szép élményekkel, emlékekkel zárja ezt az évet, és hogy jövőre 2022-ben legalább ilyen évünk lesz, de reméljük, hogy ennél csak sokkal jobb.